Wittner Mária volt a vendége a Városházi Beszélgetések rendezvénysorozat április 18-ai alkalmának. Wittner Mária szabadságharcosként tevékenykedett az 1956-os forradalom idején. Nevét a rendszerváltás után írta be a magyar történelembe. A forradalmár lelkületű politikusnő életútját a karmelita rend gondoskodása egy életre meghatározta. Az én életem nagyon kiegyensúlyozottan indult. Hát, hogy aztán nem folytatódott kiegyensúlyozottan, az mondjuk a Rákosi rendszernek a hibája és a Csengőfrásznak, és ami történt, ugye azért én az első munkahelyem az Kunhegyesen a járási tanács begyűjtési osztályán volt, és azért ott sok minden embertelenséget megtapasztaltam, ami viszont lelkileg nagyon kiborított. Ugyanis azért én mindig megvolt bennem az emberek szenvedése iránt való részvét, és a szegények iránt, az elesettek iránt. Ezt mi szinte magunkba szívtuk a kármelitáknál. Az igazságért küzdő nyughatatlansága vezethetett forradalmi tevékenységéhez is. Igaz, mint elmondta, mások igazságáért is megvívta a csatákat. A börtönben nagyon sok fegyelmet kaptam azért, mert másoknak az igazságát megvédtem, és akkor elhárítottam róla és magamra, szóval rengeteg szigorítottat ültem ezért. De az, ami történt, hát igen, ezt végig kellett élni erővel, lelki erővel, hittel, másképp nem lehetett. Ez részben meg is keményítette az embert, mert az elmúlt évek a Kádár rendszerbe, a börtönből való szabadulás után, ezek nagyon kemény és megalázó évek voltak, és ez egyfajta páncélt vett magára az ember. Nagyon érdekes, hogy benne van az emberben az a keménység az egyik felé. Ugyanakkor a másik felé meg arról vagyok híres, hogy hallgatjámat kérik, azt is odaadom, mert szeretek segíteni embereken. A megerősödött szíven és a sérelmeket kivédő páncélon túl az emberek szeretetét kapta viszonzásul a forradalmi események alatti harcaiért. Mint mesélte, gyakran megszólítják az utcán. Én mindig azt mondom, hogy soha nem lehet tudni, és másoknak is mondom, soha senkit ne vess meg, mert nem tudod, hogy mikor fogod azt a cipőt kitaposni. És ez nincs olyan ember, aki nem szorul mások segítségére. Legyen az bármilyen gazdag. Valahol, valamilyen formában mindig rászorul valakinek a segítségére. És ezt ne felejtsük el. És ezt nem felejtjük el, meg az, hogy a szeretet a sokkal jobban motiválja az embert, mint a gyűlölet. Wittner Mária azt is elmondta, a forradalom idején a nők is megtalálták a szerepüket. Ő a fegyveres összetűzésekben és a sebesültek ellátásában is segédkezett. 1957. júliusában tartóztatták le. Fegyveres szervezkedésben való részvétel, az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, több rendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás és diszidálás miatt egy év múlva halálra ítélték. 200 napot töltött börtönben. Az itt töltött időkről két portréfilmben is nyilatkozik. Kellenek a riportfilmek is, de egy mai fiatal számára ez nem igazán köti le, ha csak nem készül történésznek, vagy nem fordul oda az érdeklődése. Viszont ez a Siklósi Beáék által készített film, ez azért jó, mert Jenei Szilveszternek az 56-os rockoperája, aminek a zenéjét ő írta, ugyanakkor Kocsisel Mihály és az Adorján, az verseivel egy ragyogó rockopera CD-n. Na most ez végig agyon lett hallgatva. Helyenként felkapták egy-egy számot, énekeltek róla, de egyébként egy agyon hallgatott, és egy nagyon jó rockopera volt. És ezt a Siklósi Beáék beemelték a filmbe. Na most azáltal, hogy beemelték a filmbe, nagyon sok fiatal nézte meg a filmet. Mint mondta, egyetlen cselekedetét sem bánja. Nem véletlen volt
akasztották rám a megrögzött ellenforradalmár jelzőt, és én mindig azt mondom, vagyok olyan dacos, hogy azt mondom, jó, ha megrögzött ellenforradalmár vagyok, nem akarom, hogy csalódjatok bennem. Az egy más dolog, hogy az ember az elmúlt évek alatt, ugye, nekem nagyon fontos volt, hogy még egy gyereknek életet adjak, Katinak az elvett élete helyett, de az is fontos volt, hogy én neveljem föl a gyereket. Így az ember befogta a száját. Viszont a gondolatszabadság, az azért, hála Istennek, az ellen nem tudnak mit tenni. Bittner Mária úgy fogalmazott, a forradalom volt az, ami őt ellenforradalmárrá tette. Körülbelül ilyen okokozati összefüggésben kellene tényleg megtanulni az embereknek gondolkodni, és egyáltalán gondolkodni. Mert nagyon kényelmesen, de nagyon tartalmatlanul zajlik le az embernek az élete, hogyha még arra is lusta, hogy gondolkodjon.